Üdv, sziasztok, itt Karvaj, ismét egy kis Mystic Veil-lel, a kiadó megkérte, hogy mutassam be az új DLC-ket. Eredetileg telefonon, mert most lehet játszani telefonon is a játékkal, de én sose játszok telefonon játékkal, szóval marad a PC. Van már kint két DLC, és még készülőben van egy biztos, de lehet, hogy kettő is. Új kártyák, meg játékmechanikák. Vágjunk bele! Amúgy felvételére tanulok, de most egy kis időt erre használom, hogy mondjuk három játékos. Easy Horde. Közepes. És jöhetnek a Veil of Magic és a Veil of the Wind része is a dolognak. Aztán meglátjuk, hogy képes leszek alkalmazkodni. Ugye ez az a kis nyugis, békés kártyajáték, amiben igazából nem elpusztítod az ellenfelet, hanem a legszebb kártet próbálod felépíteni és az nyer, aki. Van egy vezérem, lehet harcos, kettő manátad, ez a 8-as, nem tudom hirtelen, hogy micsoda, a másik pedig kap egy manát, vagy pedig egy lidát. A 4-es pedig a pont, szóval több pontot ér, olcsó megidézni, legyen a lélekizés. Ja, van fejlesztése is. Okos. Van picit többféle kártyát is hirtelen most. Ugye három mana, annyira sok minden nem tudok még költeni, mivel a seedling az jobb, mint a sima fertile soil. Viszont van itt egy óriás béka is. Vagy pedig egy izé-bizé. Amikor ez a terepen van, nem tudok spoilozni. Majd de mi az, hogy mana? Hát nem tudom, ez a szimbólum mit jelent. Na ismét itt vagyok, régen játszottam és nem tudom, hogy működik a játék. Igen, purchase. És ennyi volt a karom. Köszönöm. Na itt a főnök. Elvileg most egy manát kaptam, mert nincsen magic pontom. Kérhetnék még lapot, de az valószínűleg megválna. Hát, akkor viszont csak kettő manámmal szóltak venni nymphát. Se overseer, se volt. De tudok venni fertile soil. Ah, oké, hogy így aktiválom. Ah, és én döntöm el. Most egyedül a mana értékesebb. Ad egy győzelmi pontot. Nem, az a győzelmi pont. Sisakot ad, hogyha építek majd egy olyan kártyát, szóval jó lehet. Vagyunk a nymphát, az olyan stílusos. Három ma nem van, szóval szereztetek meg magamnak is, mint egy Arbor Overseer-t. Egyedül a pirosnak van 13 pontja, hogy az Istenbe. Mi az ő paklaja, hogy... Jesus. Vernék ilyeneket, de szerintem inkább maradok a Fertile Soil-nál, gyűjjön az is. Közepes nehézségű AI ellen mennyire fogok kikapni. Nagyon szívesen játszanék többet is, de nem lesz igazán időm. Cleansing Rains sose szoktam használni. Szóval lehet, hogy tényleg ennyi maradt, hogy ezt fejlesztem. És ezeket. Még nem jönnek ki értékesebb lapok, meg több mana. De van lennének értékesebb lapok, csak nincs több manám. Wolf Rider. Ó, ez hasznos. Jöjjt, ezt tetszik. Ki is maxoljuk ezt a kártyát. Jó, meg lenyúlta. Három manám a törés. Na, ah, oké. Okay. Hogyha spoilozok, akkor kapok kettő győzelmi pontot, és játszhatok még egy kört. Ja, használtam ismét ezt. És akkor lehet 4 ponton vehetek egy kentort, meg valami mást is. Szupi. Kentaur azt tuti. Redna az is. Jobb lesz ki. Kentaurus szimpi, spoilozok a pont, oké. Van egy zöld, nem tudok szerezni egyet. Kettő manám van csak. Nosan be kéne fejeznem a gyűjtőgetését a Fertile Soil-oknak igazság szerint. Még már drágábbakat vásárolnak folyamatosan. Még három manával olyan sok mindent tudok vásárolni.
Na, 5 mana alakul végre. Plow, ez hasznos. Vagy ha marad. Piros az ennyi ponttal kezdett előnyből lehet, mert azóta nem nagyon gyűjt neki semmi. Zöld az, aki realisztikusabban játszik. Igen, ennek ide nem sok értelme volt, elfelejtem. Erre most tehetek még egy romlás, de... arra jó lesz, de máson. Na, mi van? Nincsen manám, egy ilyet kaphatnék még. Egyet vehetnék. Tartalékba, vagy pedig... 8 mana. Hive Swarm-nak például. Ami mostan a különösen hasznos, teget nem tudok. Őket úgy üzenetem mindig. Tudok venni ilyeneket. 8-ból 7. Na, van még egy cuccos, ami... Take another turn. Rendesen lehet egy gonoszka. Köszönöm, hogy győzelmi pontokra kell elmenni, ad belőle a kettőt, a instant, meg amúgy végére, szóval 4 összesen. És akkor a manának nem sok haszna van, mert csak egyet kapok pluszba. Csak azért, hogy elhasználom a manám. Nem lesz könnyű beérni ezt a nyavaját. 260 még van szerezhető. Ez mit csinál, mi ez? Vezér az is, talán. Mert nem is nem lehet választani érdekében. Sőt, nincsen hely a kártyáimnak. Egy középre kéne tárni, szóval tudok venni ilyet, és azon kívül más nem. Oké, megadott az 5 pont. Így most tudok csinálni valamit? Így se igazán, ja, de azzal tudok. Oké. Jobb, mint a semmi. Oké, most nyugodtan spoilozhatok egyet, mert akkor kapok 2 győzelem pontot, és utána újra van egy köröm. Itt van Wildon Deck, if you spoil gain. Most akkor nem működött. Jó, van, továbbra is átbasz engem a játék, mert nem értem, hogy hogyan működik, szóval köszönöm szépen. A Kentaur nem csinált semmit. Klassz. De legalább van 10 pontom. Vagy az, hogy megtartottam a pontokat, mert ez biztos nincsen 10, szóval talán ez. Talán ezt értette benne. End of game. Mi ez? Véget vett a játéknak? Ez viccen kívül véget vetne a játéknak? Ezt ki akarom próbálni. Jönöm a játék végén, oké. Okay. End of game. Így is lehet értelmezni. Egész. Most is végbe lehet 8 mondanám. Hú, de pakolják a dolgokat. 5 basic pont, 5 plusz pontot. Vagy még egy mana, és akkor lenne egy ma... egy poszor, oké, inkább akkor... vagyis nem mana, hanem a... mágia pont, inkább akkor a mana. És akkor lehetek... ilyet is. Vagy ezt. Kettő mana! Ez gyors volt. Rossz gombot nyomtam, na mindegy. Nem erre gondoltam, akartam kockáztatni. Ez tök haszontalan lett. Na, az a 7-es jó lenne, hogyha megmaradna. Weaver is klasszul néz. Mystic videót veszek fel, hogy merész ez zavarni. Jó reggelt. Van gyümölcs alátam. Cseresznyével, ananászal és banánnal. Rigy-rigy. Megelőztem a pirost. Akkor nem zavar, találok. Visszaelőzött a pirost. Nem, de. Nem. Ugyanannyi, oké. Okay. Egy, hogy itt a Kentauros. Van valami manám. Úgyis el spoilozom, szóval... nincs most semmi kártya, amit ezt tudnám használni. Mi van, tán zavarlak? Nem tudom, ki hívott fel. Szia. Mö. 10 mana meg... hazugság minden! Ilyen volt 10 manám, azt most így elvesztettem.
És nem is tudok használni semmit, tényleg nem értem, hogy olyan működik ez a rohadt Kenta úr, mert azt írja, hogy spoilozhatok közül, meg nem spoilozhatok. Folytatódik a játék, amivel felidegesítem magam. Á, oké, a zöld meg fogja nyerni az egészet. Nem is tudok meg is csinálni. Annyira Rage Quitálni van kedvem. Az van odaírva, hogyha spoilozok, akkor újra játszhatom a játék, vagy újra nyomhatom a játékot, de ne, közben, hogy azok mégis spoilozok, akkor nem működik semmi. Szóval minek vásároltam meg? Nem is kapok már manát se. Jaj, várj, meg használtam volna a speckó kártyáimat, ezt a szart. If you were to spoil. Az se jutott eszembe, persze. Szóval olyan utolsó leszek a végén, így a végjátékban, tök jó, oké, ki is kaptam össze a játékot, hogy rohagy meg. Egy csomó körről lemaradtam azért, mert hazudik a játék. Van most már multiplayer? Az mondom, a legfontosabb. Mr. Krabs. Hát szeretek be haverokat kártyázni, hogy együtt dühöngjetek a békés kertjátékon. Nem működnek a szabályok a kertben. Ez aztán hasznosnak tűnik. Nem baj, vezessen nekem a kertész. Utamon. És nem vagyok az utolsó level. Most ő kezdett 6 ponttal, én meg 3-mal. Jó van. 4 ponton van, szóval akár már ilyet is tudok venni. Fú, de gusztustalan. Ó, ez izgalmasan hangzik. Veszek egy ilyet mindenképp. Meg egy Fertile Soil-t. Meg még egy Fertile Soil-t. Egyszer 3 kártyát kaptam egy kör alatt. Király. 8 mana. 6 mana lett. What? Miért csökkent a mana menet közben? Ja, mert ez... mert több kártyán lett a kártyázás. 6 mana. Vettek belőle egy Water Weaver-t. Ami biztos csinál valamit. Ó, why on deck you cannot spoil. Ennek ezt nem hiszem el, hogy cannot spoil. Én nem hiszem el, hogy ez működne, mert soha semmi nem működik, ami spoil-lal kapcsolatos, ez a tapasztalatom a játék során. Állandóan soha semmi nem működik, ami azt mondja. Melyik volt az, hogy olcsóban lehet? Ez ugye? Kettővel kevesebbre kerül. Ezért tudom ezeket is megvenni. Will of the Wisp például. Ez egy csomó győzelem pont cserében, meg van a körön kb. Semmit az is sem. Viszont ez mana is, ez meg nagy valószínűséggel megrohaszt. De még tudok venni ilyet is az aljára. Mert... ez hazudik. You cannot spoil. Mindegy, te... oké, hagyom, hogy átverjem, van egy unikorn is van mostantól. Nice. Dot 2 mana. Egy mana. Egy muszáj kockáztatnom, mert már sem tök sem. Na, lett 4 mana. Ja várj, ez tényleg ez vegyes, hogy ez mindent ér, ugye? Plusz pont is. Tényleg nincsen külön ilyen boszorkány mana, ami spirál, hanem egy vegyes, és akkor ezt lehet használni bármire, azért nincsenek kártyák. Annyira meg tud zavarni, ez valami, nem tudom, általánosabb szimbólum jobb lett volna talán, vagy csak én vagyok sötét. Na, most Fertile Soil kiegészítő közül a felsorolni. Vagy kockáztatok, kockáztatok. Az nem értem. Valaki más is spoilolt. Aztán mégis használ a kártyát. What? Oké, na is fog... vagy ez még az enyém. Már megint spoiloltam a következő körben, instant spoiloltam, azt hogy csinálom. Hogyan spoiloltam még egyszer? 1, 2. Ebből hogy lett 4? Mi?
Oké, okay. Hány körből szeretnéd még, hogy kimerjük? Ez a artificial difficulty a játéknak, hogy néha fogja magát és kimaradok egy körből. Ez most mi volt? Nem is kattintottam semmire. Kártyapakolásból spoiloltam, úgyhogy nem is volt nekem annyi szorom. Okay. Ez a világítós cucc, ez mit csinál? Most elvileg nem tudok spoilolni, de nem hiszem, hogy ez tényleg így lenne, mert soha semmi nem működik, amiben van nekem ígérve. Szóval... While on deck, you cannot spoil. Hát most én nem spoiloltam, de... Ugye legalább van a hét ma nem. Ez a mód, ez jól jöhet végül is, mert... Csak egy kártyát tudom tenni. Mire lehetem tenni arra a kártyára, hogy... Az azt jelenti, hogy ki lehet cserélni? Egyőre még vezetek, de most mindjárt jön a late game, amikor hirtelen mindenki elkezd penyelni 300 millió pontot. Igazából a váltás számomra nehéz, hogy van 3 pontom, oké. Okay. Basz. Szóval most már pontokra kéne rámennem, hogy azt gyűjtsem. Az ellenség már azt fogja. A legextrémebb kertépítő játék. Tessék, meg vagyok előzve. 7 pont. Nincs külön varázsagom. Creeping Mold. Jó van, baszassuk neki a Creeping Moldot. Oké, akkor oda nem. És még több kertészkedés. Ehhez mit szóltok? Igen, ilyenkor nem kapom magam, hogy csak akkor, hogyha ismét adjuk a creeping volt, és valószínűleg kimarok egy körből. Most nem is tudok használni semmit, azt hiszem. Csak azt tudom fel, hogy a többen nincsen hely, ha csak még valamit nem használnak kell, hogy legyen nekem is hely. Nem, a fertile szólt tudom használni, és semmi most. Nézzük, nincsen hely. Megint spoilozva leszek, vagy ez csak a határ, és mi ez a világító cucc? Oké, a piros szerintem megnyerte valahogy. Valahogy. Hirtelen ugrott egy hatalmasot, nem tudom, hogy ezt hogyan kéne követnem, hogy ez hogy működik. Mi most nem is tudok küldetni semmit, vagy igen? Ki tudok cserélni dolgokat? Ja, azok, amikkel ki lehet cserélni, oké. What? Jaj, ez ugye effektet ad, hogy hozzá lehet rakni. Végre van egy csomó manám. Várjál, meg lettem romolva? Hogyha ez most azt jelenti, hogy meg lettem romolva, akkor én nekem elég jelleg. You cannot spoil! Oda van írva. Akkor ez most mit jelent? Semmit? Nincsen jelentése? Mi? Köszönöm szépen a figyelmet, ez volt a Mystic Veil új DLC-kkel. A spoil mechanika nem működik, vagy nem értem. Final round. Ja, oké, nem is muszáj rage fitálnom, úgyis elvesztettem a játékot, mert random kimaradok körökből a spoil mechanikák alapján. Köszi a figyelmet.